Ádám az ellenfél, emel 3 beteljük, 4 betel, aránylag nagyot kólozzuk. Király 10-3. Check call az egyet. Jaj, rémlik, igen, itt volt dáma pár. Itt Ádámnak is üzenem, hogy ezen a boardon nem csekkelünk semmit, ez itt egy range célbet egy negyeddel. Nem osztjuk szét a laperő alapján két felé a range-ünket, királyos board nekünk kedvez, minden királyos boardon 4 bet potban kötelező az egy negyed célbet. Tehát itt úgy mire gondoltál, hogy mi lesz nála? Hát egy ilyen bubidáma kör, amivel nem betelt. Hát mondjuk azon, hogy check raise-en lesz, tehát itt ez hiba volt. Tehát itt úgy voltam, hogy a király tetszébe teli. Tehát egyrészt feltételezted, hogy azzal négy betel, amikor konyarban nincs a négy bet range-ben. Ja, hát mondjuk most ezt hülyeséget mondtam, igen. Másrészt gondolod, hogy itt azt mondja, hogy hát bubidáma körre van, akkor itt egy jó check-kort nyomok. Nem, ez jó kérdés, hogy itt mire a adott szituban. Olyan check-pust kapsz a bubidáma körtől, mint az állat. Igen. Itt egyszerűen szerintem valami dámászra, vagy valami hasonló, és még azt is valahogy nem betelni. Hittem el ezt a királyt. Az ász dáma az betelni fog floppon, és turn betolja. Aha. Tehát itt, hogyha check-kólozott, ez itt részemről vagy megjátszom így, de annyira nem tetszik már a stackek miatt, mert ugye dobni kéne, vagy bet 2 és akkor dobom pushra, de semmiféleképp nem nagy size és kólozom, az fölényesen a legrosszabb, tehát itt nem érdekel, hogy ászpárt fog mutatni, ászkirályt fog mutatni, királypárt fog mutatni, dámapárt fog mutatni, tízespárt fog mutatni. Nem érdekel minket, ha nem dobunk. Itt semmit nem fogsz verni, soha az életben. Főleg úgy, hogy igen. Nem egy blöffer az ellenfél, hanem csapattársad, akit tudod, hogy szolidan játszik. Tehát itt életben igen. Nem fogsz ász-tizet splittelni, semmi nem lesz, csak verve leszel. Turncheck is jó, és riverfold, vagy valami, azért, mert most van egy második párod, és egy baszott erős range ellen mész, nem kell lekúlozni ezeket. Ez easy fold. Nem fog ászdámával checkelni, meg ászbubival ezen a boardon, akkor az betelni fogja floppon törnöm, vagy floppon legalább. Igen, ez világos, ezt határoztam. Mondom, használd ki ezt az információt, hogy csapattárs, aztán próbálj az ő fejével is gondolkodni. Te mit játszanál úgy ott a helyében? Hát ő meg lehetett úgy velem, hogy nem volt nálam királypár, királyász biztos megpusolom, és nincs nálam király, de hát így is felszok bluff, tehát. Mondom, akkor ezeket beteli floppon, hogyha nem találja el a board. Igen. Ász 9 off, 3 betelünk. Kapunk egy kolt. Hát olyan relatív ilyen break-even regulárnak gondolnám a számok alapján. Á, valami 12 BB-vel nyer amúgy. Igen? Most így megnézem hirtelen, de vagy tudom, hogy nyerő. Ja nem, hát az EV-je 5 BB per 100-ja. 12 KH-n. A sima BB meg 7-7-30-at, nekem legalábbis. Tehát nem olyan, ez ilyen totál ilyen. Hát nyerő, az igaz. Akkor a jobbak közüli feszes játékos, azt mondanám. Igen, de feszesebb, igen. Uh-huh. Na most, jön egy ilyen board. Ezzel a kombóval inkább kéne betelni, vagy csekkelni? Hát ezen a flopon amúgy csekkel részesíteni előnybe, de mivel ott van nálunk az ász káró, blokkoljuk az ászdámát, mint káróba, így betelném. Tehát itt a lényeg az, ezt jól látod, hogy amilyen offos kombinációk lesznek nálad, bármiből, akár ász király, akár ászdáma, mindegy, ász, 4, teljesen mindegy. Úgy döntöd el, hogy melyiket beteld ezek közül,
hogy amikor a káró nálad van, akkor azt 90%-ban beteled káróászt, amelyiknél meg nincs, azt csak 10%-ban beteled. Körülbelül így. Tehát, hogy legyen azért a csekkben is, meg a betben is mind a kettőből. De a káróász az egyértelműen segít, hogyha leesik egy káró, akkor nálad fele annyi fölös lesz egyből, mert nálad van az ász. Igen. Plusz még ugye nyomást is tudsz helyezni rá, hogy te elő tudod adni a te flössödet a szútidászokkal. Igen, főleg, hogy ugye 3 metre azért bátran, hogy elég ez miatt, ez az egyik, hogy... Igen, igen. Ez az egyik ok, hogy inkább beteljünk, de mondom, oké, hogy néha csekkeljük, de tudjuk az elméletet, hogy nagyjából mégis mit kell csinálni floppon. Na és akkor itt jön a folytatás, hogyha ő csekkbe kell, ezen a boardon mennyire keppeli le magát? Szerintem nagyon. Milyen tekintetben? Lesz nála a 10-es szett? Biztos, hogy nem lesz nála se 10-es szett, se bubi szett, se 5-es szett. Semmilyen szett nem lesz nála, így van. És lesz se kombódró. Lesz nála két pár? Két se pár kombódró, se így van, két pár se lesz. Mi lehet nála akkor? Mi a range teteje? Nem is tudom, 9-es pár. Vagy most olyan magas lapokat mondom? Nem. A range teteje, amivel checkback kell. Az a 9-es pár viszont az nagy mellélövés. Aha. Nem is tudom. Mert ha lesz nála egy T9 zöld, azt meg kéne, hogy betelje floppon a csekkedre? Hát szerintem lesz nála egy ilyen 6-7 szútig, vagy... Micsoda, az lesz a legerősebb a range teteje? Jaj, 6-7. A range teteje nem. Amivel hát... checkbackkel floppon, mi lesz a range teteje? Mi lesz a legerősebb lap, amivel checkkel? Te mivel csekkelnél itt, hogyha kapsz egy 3 betelt, kólozol, és ploppon elcsekkelik. Tessék. Talán egy ilyen bubidámával. Jó, bubidáma. Tehát ott lesz nálad az összes TX, amivel kóloztál, és a bubik legalább felével, de ugye magadból kiindulsz, az egy jó kiinduló pont, de mivel ismeretlen az ellenfél, lehet, hogy az ászbubit se fogja megbetelni, vagy királybubit. De a gyengébb bubik mindenféleképp ott lesznek nála, igaz? Igen, igen. Tehát ilyen még azt mondanám, igen? Kicsi, még annyi azt mondanám, hogy tehát nekem lehet itt az alja az lenne, hogy egy bubi 9 szútid. Aha. Egy bubi királyt is, azért bubi dámát is, pont azért, mert dáma király blokkolom, meg ugye aha, a dámapát azért az betelni. Aha, az teljesen jó. Tehát bubi meg 10-es lesz nála egy kiló. Igen. Jó. Tehát itt elcsekkeljük, megint csekkel. Itt overbetelünk. Hát itt igen, itt szerintem beálltam itt 2 utca betre mindenképpen. Na most mi történik, ha te itt 2 utcán betelsz így, hogy itt 660-at betelsz, és a kassa és lesz... És pont ez nem jó size. 18, igen. Előtte meg maradt 11. Nem jó size. Tehát akkor itt inkább egy 60%-kal betelek, és akkor olyan 3-5-öt, vagy 4-et, és akkor riverem meg úgy tolom rá. Tehát egyrészt, mondom, ez talán a legrosszabbul megjátszott handed. Egyrészt azért, mert floppon inkább C-bet, de mondom, ez még lehet jó, hogyha most épp elcsekkeled abban a 10%-ban. Az itt az overbet, ezt csak akkor csináljuk, hogyha ilyen tényleg dupla flush draw van, és sok húzó lehet az ellenfélnél, és ugye talán nem lesznek ilyen erősebb lapok nála, de nem ennél az effektív stacknél. Tehát az, hogy te riveren nem tudod befejezni csak kis size-zal, annak így semmi értelme akkor az overbetnek. Igen, igen. Ez nem volt jó így. Úgyhogy te floppon csekkeltél. Tehát oké, hogy nyomás alá akarod helyezni, azt mondom, hogy tiszta sor, lehet itt egyet betelni, de akkor nem tudom én 3 és felett mondjuk, 4-et talán. A 660 az semmiféleképp. És miután itt kapsz egy kólt, mi mindennel fog itt kólozni? Hát ugye így most már lesz nála fekete FD, fekete combo draw. Runner flush draw, igen. Igen. Most már lehetnek nála 2 párok is, egy 4-et is, ott lesz nála szerintem. Akár, igen. Mit csinál a TX-el, JX-el? Szerintem még azzal is lekólozza.
az összessel. Tehát itt egy T9-et se fog eldobni, hiszen te floppon csekkeltél, azért elég sok erős kombót ki fog esni a flop csekkel, még És hogy ugye ott lehet el is nála a csekkelsz. fekete T9-es szútil is, Pláne, tehát pláne, azon. pláne. Tehát ez a lényeg, hogy itt az overbettel is el se éred azt, amit szeretnél, hiszen itt esetleg egy 5x-et majd eldob, esetleg, oké. Okay. De az összes bubi x kúlozni fog, az összes tx kúlozni fog, és oké, okay, hogy a drók is kúlozni fognak, például nem mer megbetelni egy 9-8-at, vagy dáma királyt, ezek is mind ott lesznek nála, tiszta sor. De nem Igen. dobjál, ugye lekóloz. Igen. És akkor jön riveren ez a 4-es, ami teljes blank. Most mi történik, hogyha ebbe a 18-ba te bevered ezt a 11 all-int? Gondold végig megint ezt a range-ét, amivel turn-on azt mondtuk, hogy kólozz. Mit fog itt eldobni szerinted? Hát kb. Csak a flush draw, tehát azon kívül egy 10x-el, rengeteg draw lesz nálam is. Tehát rengeteg draw lesz nála is, igen. Rengeteg draw lesz nála is, amit el fog dobni, ez igaz. Viszont vered őket? A draw-kat igen. Akkor miért betelünk? Tehát nem tudsz dobatni bubit, lekóloz, nem tudsz dobatni tízest, lekóloz ennyiért már, így, hogy blank esetért. Tehát ha leesik egy draw, és úgy van egy tízes, akkor esetleg eldobja. Ezen a hold blanken most miért dobjon el tízest ilyen SPR-nél? Hát igen, igen. Tehát itt nem amúgy tudsz az volt szerintem a gondolatmenetem annyi, hogy ilyen tízeseket még elhajít, ugye... Igen, egy tízeseket elhajít, gyengébb bubikat elhajít, ilyen bubidámát talán is. Aha. Hát és szerintem... a 26-os a mentus órán, tehát annyira még tőlem be fogja itt kólozni, viszont riveren azt látom ezektől, hogy elég passzívan. Aha. És nem, viszont nem nálam blokkolok a feketét. 30-as a mentus órán. Nálam 26, így 12 K-hand alapján. 12.087. Itt a Leaguebusternél nézem. A Leaguebusternél 26-os mentus órán, hogy 39-es VVS-e. Nekem. Nálam 29. 26. De akkor lehet, hogy nem tudom, abban a 200 nem annyit. Na mindegy. Szerintem más definíciók vannak megadva, hogy kiszámít fishnek vagy nem, és akkor más hendek vannak itt beszámolva szerintem a statisztikába. Aha. Az okozhatja az eltérést. Ez viszont nagyon fontos különbség, ha. Ezt majd meg is beszéljük szerintem. Igen, mert 26-os nekem a mentus óra, 39-es a VVSF és 58-as a... Na mindegy, a lényeg az, hogy... Még annyi, bocsi, igen? Igen, még annyi, hogy ugye 3 bet pontban goal a repay-ként, 19-es a mentus óra, ugye, hogy mennyit számít ez el. Uh-huh. Az is nálam 20 valamennyi volt. Én ezt nem szoktam külön nézni. Nem biztos, hogy... Nagyon sokat számít 12 K-hand alatt, nem volt. Minden esetre az itt, ott csúszik félre a gondolatmenet, hogy mondom, itt riveren bubikat nem tudsz dobatni, tízeseket se, esetleg nem tudom én egy T9 vagy valami, de egy A10 biztos, hogy kólozz. Tehát nem tudod eldobni az értékhendeket, el fogod dobatni a gyengébb besült drókat, és mennyi rengeteg besült kisebb besült draw van, plusz nálad, mondom, erős ász van, tehát kicsekkeled, lehet, hogy ő mögét fog csekkelni egy királydámával, egy 8-9-el, egy 6-7-tel, egy pik, nem tudom én, 7-8-al, vagy ász 3-mal, vagy annyi gyengébb lappal, ami ki fog csekkelni, és nem blöffeli meg, és te vered, hogy nagyon rossz itt ez a bet, főleg egy kék ásszal. Igen, amivel az FD-ket blokkolom. Uh-huh. Igen, tehát mondom, ez mindenféleképp a turn, meg a river bet, az fölényesen a legrosszabb az egész. Aha. Az tönkreteszi teljesen a hendet. Aha, igen, így utólag nézve, igen. Tehát ász magassal nem kell blöffölni, főleg, hogyha ennyi a besült draw, plusz még a kék ásszal pláne nem. És mondom, a turn-on a bet size el lett rontva, ez így mind összeadva, azt mondom, hogy ez lett fölényesen legrosszabbul így játszva a
itt az átnézett hendek alatt. Turnbet size és river betelés ezzel a kombóval. Igen, ez neki egy easy bluff catch. Igen. Van egy emelés, call, squeeze-elünk, alap az jó, lekóloz minket egy UTG. Ő is regulárnak tűnik, van egy lyuksorunk plusz két overkártyánk, egy runner, flush draw. Itt remélem, hogy betelek, nem? Check, check. Többnyire betelni kell, de szerintem jól működhet egy check call, check raise is, vannak itt kombinációk. Tön duplázódik a 9-es, ez mennyire jó nekünk? Hát nem fogunk 9-essel squeeze-elni. Abból a szempontból jó, hogy az overpárainknak. Mi? Miért jó az overpárjainknak? Hát a pározódás talán. Miért? Mert a 9x-eket eddig vehettük, most már nem? Igaz, igaz. Tehát nálam akkor lenne jó, hogyha úgy duplázódik valami, hogy akkor kevesebb lesz nála, és most már nem ver annyira. De itt egy 9-esnél pont ez az, hogy eddig vertük, és most már ver minket, ilyenkor rossz a duplázódás. Hülyeséget mondtam, igen, igen, igen. Tehát ez hát kvázi... Neki fog kedvezni 9-8. Nekünk rossz, mert nálunk nem igen lesz 9-es, abszolút nála lesz több, és ugye ezeket nem fogja megbetelni floppon. Igen. Tehát ez annyira nem kedvezett nekünk. Tehát itt indulunk meg. Lekóloz minket. És egy ilyen boardon mi az, amit itt megvalueznál? Hm. Jó kérdés. Hát egy T9-et. Uh-huh. Lesz nálunk körülbelül egy negyed kombó T9. Egy T9, egy bubi párt, ugye mármint egy bubi fullt, amivel kefézelni akartunk, és körülbelül ennyi. Ennyi. Tehát gyakorlatilag te három igazi kombót tudsz előadni itt ezzel a játékkal, az mellé mehet majd esetleg egy bluff. Szerinted ez a legjobb lap, amit mellé tudunk tenni bluffnek? Nem. Nem. És pont azért nem, mert nem. Blokkoljuk a treffeket, blokkoljuk a dámatizet. Mindent blokkolunk vele. Tehát ez kb. A legrosszabb lap mellé. Igen. Ha mindig, amikor csak kevés blöfföt választhatsz ki, mert kevés value tudsz előadni, akkor az rendesen legyen megválasztva. Tehát az, hogy turnon beteltél, az jó flop check is jó lehet, de az, hogy ezt itt riveren befejezed, és egy ilyen riveren, amikor mi az, amit nem fog dobni? Nem fog dobni 9x-et, 4x-et, bubit, az ugye egyértelmű, de most miért dobjon el itt egy kézbe párt, amikor te itt az ászpároddal, királypároddal, dámapároddal nem fogsz betelni? Mi ellen betelsz? Igen. Oké, hogy ott lesz nála néha egy bubi, de azért ott a sok besüldról mennyivel jobb, hogyha blöföltetsz például, vagy... Tehát nem fogod az összeset megbetelni, sőt, nagyját meg már floppon LC-be telted volna. Tehát amikor így szétszeded a range-edet, akkor itt riveren nagyon kevésvel jut tudsz előadni ebben a szituációban, és ő még nagyon keveset fog dobni. Lehet, hogy itt még egy 8-as pár is lekóloz. Igen, akkor már megmondom őszintén, vagy az nem tudom mennyire jó meglátás, hogy ugye például egy 6-7 körre áll, tehát ami totál ugye nem blokkol se dámát, se tízest, se treffet. Hát azzal jobb riveren befejezni, viszont azzal meg nem úgy kéne játszani, hogy flop check és turn bet. Igen. Nem tudom, én esetleg egy 7-8 mondjuk. Talán. Uh-huh. Talán. Mindenesetre ász meg király magasokat itt biztos nem betelnék, de még lehet dáma magas sem. Nála is lesz aránylag gyakran király magas, kisplitteled, tehát ezt itt nem betelném meg, ő nagyon gyakran ásszal, ász akármivel is lekóroz érted a splitre. Igen, itt szinte a homlokomra írtam, hogy ugye blöfölök, mert azért egy overpárt sem fogok, egy ászpárt, királypárt sem fogok így megbetelni riven. Nem így fogod megszájzolni, hogy overbetelsz. Itt csak azt a negyed kombó 9x-edet adod elő, meg a blöfjeidet. Igen. Tehát ez megint olyan, mint az előző hand, hogy
Sokkal jobb azért, mert nem overbe teltél turnön, viszont a river befejezés az megint nagyon-nagyon gyatra. Tehát ez Igen, fel igen, van igen. adott, megpróbáltad elvinni, eldobadsz egy ötös párt, hatos párt, de riveren már nem betelünk. Igen. Kólozunk, multiway, van egy fél combo drónk, check kóloztuk. Á, itt volt ász párja, azt hiszem, igen. Itt törnön erre a size-ra ugye már igazi combo drónk lett, és azt mondom, hogy ilyen szituációban nem is olyan rossz a check call, még akkor is, hogyha non-SD-k vagyunk. És itt amúgy hozzáteszem, hogy a adott pillanatban amúgy nem volt hendem az ellenfélről, tehát annyit láttam, hogy belimpelt. Ma ha jól emlékszem, úgy kezdődött ugye hen. Hólozott, hogy ő limpelt, azt hiszem. Tehát ennyi hendem volt róla, ugye utólag most látva, hogy 40 per 6-os, tehát elég cség. Aha. Nincs a deja vu érzésed, ahogy ezt így néztük riveren, figyelj. Hopp. Nem pont ugyanígy volt a hand, az előző. Igen, a ászdámás, szerintem nem. De erről beszéltünk, igen. Úgy ugye pont az ilyen csé ellen. Tehát itt riveren, te mit fogsz megbetelni? Hát ugye a flösöket. Meg? És körülbelül, hát flösöket igen, ászokat, value-je. De az meg ugye nagyon ritkán lesz nálam, pont azért, mert hát fullokat meg fogok nyilván betelni, át 8 útiddal, amit bekóloztam esetleg. Jó, de a fullokhoz igen, akkor már szerintem a turn check raise-elsz át 8-al. Hát igen. Tehát effektíven itt kb. A valamilyen draw, ami odaért, azt szeretnéd betelni, és ő eddig elég komoly erőt mutatott itt a ugye csak kólozott, viszont a potot megadja, és aztán hát fél pot talán nem is annyira nagy erő, de egy ilyen ránézésre nem agresszív calling station fishitől ez is erőnek számít, hogyha kettő ellen fél potol. Minden esetre azt mondanám, hogy itt a megint ilyen egyes SPR-nél nem nagyon szarakodnék, ászt úgyse dob, ezt én itt beverném. Aha, igen. Itt amúgy a gondolatmenetem az volt szerintem az adott szituban, hogy ugye, hogyha oltári ilyen cooling station, és akkor szoktam látni szeteket, fullokat, mit tudom, hogyha pot betel egy limp után. Viszont így, hogy tényleg egy kiesett a draw a trefből is, és félpotol, ugye nála is ott lesz esetleg ilyen 9-10 akár, amit flopton még kólozott akár körből. De igazából igen, itt egy kis value-t akartam még kinyerni riveren, akár egy ilyen pároktól, de hát utólag megmondva őszintén, hogy simán egy push. Tehát az ászok úgyis kólozni fognak, 8-as kólozni fog. Hát az kevés lesz nála, de ugye itt az ászokat célozzuk meg elsősorban. Igen, igen, igen. Itt ezzel tudod megint az a baj, hogy ha nem olyan, hogy overplay-el, akkor ugye lekólod az ászokkal, ami visszatolja, az meg erősebb. Igen. Tehát itt ezzel ez a gond, hogy ugye az összes ászikszet verjük, és jobban járunk, hogyha nagyobb size-t használunk. Igen. Hatos pár emelünk, jön egy mini 3 bet call. 9-5-2. Jön egy pot bet. Kólozunk, podbet, bepusoljuk. Most gondolom ez ilyen ellenfél specifikus játék. Biztos, hogy az volt, tehát itt máshol nem úgy egy podbetre már floppon elengedem. Aha. Tehát itt az ilyenekre olyan autóm szokott lenni, hogy egy nem tudom, egy 10 király körrel is ezt így floppon így nyomja meg ilyenek, tehát egy totál erre. Aha. Tehát itt szerintem az volt nálam, hogy itt kb. Nutsonban lenne egy párra. Mert akkor a blöfflernek éltem, vagy valami hasonló. Aha.
Hát amikor ilyen blöffer az ellenfél, akkor az a helyzet, hogy olyan szituációkban álljunk be blöffcatchre, ahol azért olyan lapunk van, ami nem megy extra könnyen tönkre. Tehát itt, hogyha hatos párral megadod a potot, lejön a turn riverek 80%-a nekünk rossz. A 7-es, a 8-as, a 10-es, a bubi, a dáma, a király, az ász, a károk. Tehát fogalmat sincs, hogy hol van a partiban. Tehát elkezdesz vakon kúlozni egy hatos párral. Hogyha ő tényleg anytool-val tolja és végig tolja, de anytool nem ám, hogy drók meg ilyenek, mert a drók nagyja is oda fog érni, főleg ugye minden overkártya, nagyon szar helyzetben leszel gyakran. Tehát ha anytool-val tolja, akkor oké. Okay. Ha nem, akkor inkább egy olyan szituációt választanék, vagy itt mondjuk egy gyenge 9x-et. Azzal ugye rokkod is az értéket. Itt annyi infó van még róla, amúgy, hogy 55-ös VVSF van róla, 39-es Ventus órán is, 36-os von SD, és az egekben van az agressziója, ilyen 57-es riveren, 50 törnön. Aha. És a piros vonala is ugye pluszos. Elég szépen blöfföl. Igen. Ez mindig mellette szólnak, de mondom, ez van, hogy nagyon-nagyon sok rossz turn meg river jöhet, még a blöffel akkor is durván gyakran oda fog érni. Úgyhogy inkább olyan lapokkal álljunk be check-call-ra meg blöfföltetni, ami kevésbé romlik. Tehát itt akármennyire is jó néz ki, egyrészt már verve leszel gyakran, és akkor még két turn river lap le fog jönni, ahol fogalmat sincs, hogy most akkor kapott-e egy nagyobb párt a tiédnél, vagy odaérte a drója, teljesen vakon kell itt akkor betenned a stackedet. Uh-huh. És azért egy 3-20-as kasszára a 19 az nem olyan kicsi, meg kettő ellen megy, potol, és nem tudom, hogy ha mindennel potolt, mondom, meg anytool, akkor lehet esetleg, de ha nincs anytool benne, akkor nem. Hát itt egy multivé potban, hogyha potol valaki, itt szerintem egy bárki ellen eldobom. Tehát itt nem sűrűn fogok kulni. Persze, világos. Azt úgy is válogattam be, hogy... Ezt így is válogattam be, hogy megkérdeztem, hogy volt-e valami info róla, mert ilyennek tűnt nekem is. Alapból egy mini 3 betet talán óvatosabban kezelek most, hogy attól függ, hogy mekkora az a milyen gyakran 3 betel. Hát nyilván ő, tehát egy calling station ellen, hogyha mit tudom én, egy 50 per 3-as mini raise-zel nekem preflop, azt ugye, és ő potbetel utána a flopon, ugye ott már master-öket teszek volna, viszont vannak ilyen tényleg ilyen retardáltak, akik any dual, és akkor pot, aha, és akkor... Jó, ezért mondom, itt legyünk tisztában azzal, hogy ez egy olyan board, amint borzasztó nekünk, hogy bármi lejön, nem tudjuk, hogy mi van, és úgy kell potokat adni, meg visszapusolni. Tehát ez csak akkor, hogyha tényleg anytool az emberke, egyébként meg sokkal jobb lapok vannak itt a bluffcatchre. Itt egy 5-6 is jobb, mert könnyebben javul, meg mi egymás, meg blokkol 5-ös szettet, meg mit tudom én, ezzel soha nem blokkol semmit, maximum egy sorhúzót. Persze. Ami meg pont rossz. Igen, meg itt csak a 6-os az out nekünk. Tehát... Igen.